Ismételten sziasztok, üdvözöllek titeket. Na hát, ahogy ígértem, folytatjuk a Skyrim-mel. Ez egy tegnap indult kis sorozat. Nem tudom eldönteni, hogy ez most retro játéke, vagy még így beleszámít a mainstreambe, mert azért még így eléggé így a köztudatban van. Ugye második epizóddal kezdtünk, eljutottunk az első... Ez a második epizóddal folytatjuk, eljutottunk az első sárkányig. És... Hát nem is nagyon szaporítanám a szót. Én a main alaptörténetet szeretném, a fő storyline-t kivinni, folytatni, úgyhogy szerintem ez abba bele is csobbanhatunk. Is vagyok. Direkt még nem töltöttem be a gémet. Ugye tegnap eléggé témába került, vagy itt szóba került, hogy elég sok baj van a gémmel, nehéz moddolni, meg ilyesmi. Egész jól fut eddig, úgyhogy nem is akarom itt kibeszélni. De igen, hát ugye volt egy ilyen kis bágocskánk, hogy ugye a magyar billentyűzeten a Z betű az itt van föl a hatos gomb alatt, T betű mellett. Ez lehet ilyen shoutot nyomni. És hát... ő meg az Y-ra. És hát az a gomb, ami az X mellett van, ugye az lett volna így az alap játékban. Na várjátok, most hova kell menni? Igen, hát az első sárkányunkon igazából túl vagyunk. Jó, vissza kell menni ide. Hát ilyen sárkánybőr, meg csontok, meg ilyesmik, amiket így el lehet majd így bizniszelni. Iha! Ez most mi volt? Ez a szelleme volt? Na, próbáljuk meg eladni. Nem tudom egyébként ezt, hogy most hol van jobb ára ezeknek a cuccoknak. Én elkezdem itt eladni őket. Azok maradnak, scrollok is. Na igen, hát Dragonbone, azt hittem többet fog érni. Ez a sárkány bőr. Igazából a speechünk az növekszik, hogyha eladunk dolgokat. Meg a pénztárcánk is. Meg ugye visszajövünk ide a királyhoz. Nagyon nagy a kísértés amúgy, hogy így elkezdek így random kirándulgatni, túrázgatni, kalandozni. Én annak idején a Skyrim-ot így kezdtem, és nagyon megszerettem pont emiatt a open world miatt. Tehát most itt a végegyszes miatt vannak ilyen bizonyos keretek, amikhez tartanom kell magam, és de ezt a karaktert választottam, különösen szeretném erre így most kiélezni ezt a varázsló-mágus vonalat. Ugye állítólag ez nem a legjobban, ennek a kasznak nem a legjobb ez a Khajiit. Hát, én meg azt mondom, hogy jó, tényleg vannak, amik mondjuk sokkal jobban... Mondjuk egy orkot tényleg nem érdemes mágusnak használni. De közben meg a játékban is találkozol ilyenekkel. És nem hiszem, hogy annyira számottevő lenne a különbség.
You're finally here. The Jarl's been waiting. So what happened at the watchtower? Was the dragon there? I knew I could count on Irileth, but there must be more to it than that. Dragonborn? What do you know about the Dragonborn? So it's true. The Greybeards were summoning you. Masters of the way of the woods. They live in seclusion, high on the slopes of the throat of the world. You heard the summons. What else could it mean? The Greybeards. Didn't you hear the thundering sound as you returned to Whiterun? You've done a great service for me and my city, Dragonborn. By my right as Jarl, I name you Sage of Whiterun. I assign you Lydia. We are honored to have you as Thane of our city, Dragonborn. What does any of this Nord nonsense have to do with our friend here? Capable as he may be, I don't see any signs of weakness. Nézzünk itt szét. Itt a Skyrim térkép. Hát ki kell jönni innen. The Jarl has appointed me to be your house, Carl. It's an honor to serve you. The Jarl has Jaj, azt hiszem, hogy ő most egy darabig velünk fog tartani. As my Thane, I'm sworn to you. Lead the way. Én nagyon szeretek így kísérgetni karaktereket. Sztori miatt viszont muszáj lesz. Na és akkor itt nézzünk egy térképet. Ah, meg mindig ugye itt vagyunk a... Ki kéne jönni a globál mapra. Ide, úristen! Igen, ide kell feljönni. Azt hiszem, hogy ott ilyen papoktól fogunk tanulni különböző varázslatokat. Megpróbálhatnánk akár fast travel-elni is oda, bár legutóbb ide használtuk el, és lehet, hogy még nem áll rendelkezésünkre. Megnézzük, hogy ez a lovaskocsi esetleg jár-e arra felé. You there. We're looking for someone in Whiterun. We'll pay good money for information. A woman, a foreigner in these lands. Redguard, like us. She is likely not using her true name. We will pay for any information regarding her location. We are not welcome here. Még ilyen szájt küldiket is így fel kell venni. If you learn anything. We're looking for a fugitive who comes from Hammerfell. A Redguard woman. She may be somewhere in this city. It's none of your... If that doesn't interest you, feel free to... Ebben a városban van ez a Redguard woman, vagy a küldetésünk során? If you locate her, find us in Rorikstead. Hát szerintem ez egy mellékküldi lesz, de nem értem, hogy így miért állít meg. Pont amikor benne vagyok egy másikba. Hát ha esetleg véletlen találkozunk vele, akkor oké. Okay. Próbáljunk meg ide fast travel-elni. Kicsit ez a map, ez lehetne ilyen. És nem tudok ide jönni. Lassan lovat is vehetnénk, most már szerintem van annyi lóvénk. Csak hát a csajnak meg ugye nincs. Most lehet, hogy bemegyünk a... Abba a templomba, akkor instant oda respawnolódik. Na, előttünk ott futnak a kajitok. Hova sietnek? Mi folyik itt?
fortune smiles upon this meeting. Oké, okay, milyenek a helynek a neve? Ivarstead. Nader, I can take you to any of the Hold capitals. Where do you want to go? Ezt nem viszel arra. That's fine. Közelebbi hely esetleg. Until... Hát... Esetleg ide tudna talán, de... Ez fincsi lesz. Itt kell valahogy a hegyen oda jutni. Nem tudom, hogy ezt hogy oldjuk meg. Na hát akkor egy kicsit így flash-eljünk el a játékban. Ez elég hosszú út lesz. Talán reggelre odaérünk. Nem tudom, hogy itt a hegyen hogy fogunk most feljutni. Hát ilyen rövidítéseket azért nem kell nagyon használni, mert most ugye van egy ilyen kísérgetni való útításunk, és nehogy ő beszoruljon valahova. Meg ilyen mellék dolgokat itt meg lehetne ezekbe a házakba, de... Vagyok vele, hogy most ezt kihagyom. Lehetünk erre felfelé. Ennek az a helynek a sajátossága, hogy szó szerint a legmagasabb pontján van a egész Skyrim világának. Hát nem kéne letérnem az útról. Hoppá, és már valakivel harcol is a csaj. Valószínűleg ilyen farkasok fognak jönni instant. Rabokat szállítanak. És volt egy farkas. Északi fényt még nem láttam. Csaj, nagyon lemaradt szerintem. Szerintem ott is maradt. Oda kell fölmenni. Egy kis szarvas húst is ehetnénk akár. Ja, hogy alapban izé volt közönben. Csinált. És bement a vízbe. Elviszi a víz. Csak nem tudom a vízbe kilútolni. Csaj, nem jön. Ezek az jól eltévedt. Na, hiszünk Riverwoodban. Azt hiszem a tegnapi stream elején is voltunk errefelé. Itt volt az a fa megművelőhely. Ilyen rönk, pakolásos. Vigyázni kellene, hogy csirkét itt lenyilazzál, mert rögtön rátámadnak a őrök. Na, itt a csajszi. Utánunk. Mi ez a hang? Valami csörgött.
És hát van egy olyan félelmem, hogy lehet, hogy egy barlangon át fogod vezetni az út, nem tudom. Húha. Nem kéne nagyon itt a sziklákon menni. Hozunk egy térképet. Ugye a para még az, amikor rossz irányba kerülöd. Lehet, hogy ezen az oldalon kellett volna kerülni. Lehet, hogy itt még durvább lesz. De szerintem itt sokkal meredekebb. Ebben Helgen felé kéne menni. Helgen be tudunk fast travelelni. Szerintem, hogyha már van egy ilyen, akkor éljünk vele. És ebbe az irányba kell jönni, tehát be se kell mennünk Helgenbe. Lesz itt egy ilyen medve odú, illetve lesz egy ilyen torony. Az mind ilyen mellékszál. Hát, hogy alapból jöttünk volna Helgenbe. Kurva sok irányba el lehet amúgy menni. És szerintem itt is még kerülni kell bőven rá. Annyira jó zenéi vannak, hogy nem is bánom amúgy sokszor, hogy ennyit kell itt sétálni. Oda nézzetek, ott a hold, de ilyen bazott nagy. Remélem, hogy jól csinálom, amit csinálok. Ja. Itt van valami barlang, vagy nem tudom. Én nem akarok igazából ide bejönni. Fa van itt ilyen akasztófeszerűség. Hát attól félek, hogy most egy másik helyet... Aha, hú, de messze vagyunk még. Aha, itt vannak ilyen... Varázslok ráadásul. Rohadék. Ki lenni is tudja magát? Ez is a fire nincs is nálam. Kapott egy nyilat a fejébe a társunktól. Elfogyott a nyílunk? Vagy miért nem? Miért nem akar ez átváltani? Tizenhetes armor. Még egy van. Hoppá, mi is kaptunk egyet a fejünkbe. Hát ezt így nehéz kicselezni, hogy ne álljunk le ilyen különböző útonállókkal. Ez nagyon jól néz neki ez a sisak rajtunk, csak szerintem ez gyengébb, mint a jelenlegi. Ez most 19-es, 17-es. 4-es a súlya ennek, ennek meg 5-ese, semmiképp se jó, pedig kurva jól néz neki.
Hát ide megint bekra lehetne jönni, de mondom, nem szívesen. Ott egy nyuszi. Ott egy kis coin. Egy nyúlhús. Mondjuk egy ládát találtunk, ezt rögtön ki kell nyitni. Szokott általában lenni valami, egy könyv akár. Pedesztál. Ezt valamivel aktiválni kell, én nem nincsen az, amit oda kell rakni. Lehet, hogy ahhoz be kell ide jönni. Skybound Watch Pass. Tehát itt ez egy átkelő. Én szerintem, hogyha itt bejövünk, akkor itt jönnénk ki. Lehet, hogy innen. Viszont el tudunk idejönni. Úgyhogy... most teszek egy ilyen próbát. Szia Bart, nem tudom, alap. Ahogy a game elindult. De az is lehet, hogy foglalkozásra jövök ide be. Mindenesetre... Kaland. Ó, milyen kis csapda van itt. Mire lehet rálépni, hogy ez aktiválódjon? Ja, hogy ez? Hogy rálépj, és rá fog lépni, figyeld meg. Coin. Coin, mit vettem fel? Igen, egy ládika. Eladni, elvisszük. Húha, pókok lesznek. Giant? Megölje a társunkat. Lehet, hogy nem tudja amúgy. Mert te miért van arany a póknál? Mondjuk egy jó páncél, bár én nem szoktam páncélt használni, ez is 17-es. Csak ezt a resolution-t. Bejöttünk ide. Na, ott a csapda, amiről beszéltem, azt külön lehetne unlockolni. Kérdés az, hogy mi az, ami itt le fog esni. Ezt is lehet harvestelni. Jó, próbáljuk. What? Kinyitotta instant? Iha. Mérgezett, jó, az annyira nem vészes. Szerintem valami a fejünkre esik. Oké, és itt lesz egy ilyen feljáró.
tetszenek ezek az elhagyatott dolgok. Aha, és itt a kijárat, jó, akkor ez ennyi volt. Vagy nem tudom, ilyen predesztát kellett volna itt fölvenni. Nézzük meg, hogy... Szerintem valamit fölvettem, amit nem is akartam. Football. Sának. Forel. Ja, hogy igen, ez volt az, ami olyan nagy, és ezt nem kell. 22-es ez a páncél. Ez 24-es. 12 a súlya. Ennek is akkor ezt eldobom. Ó, ott lesz egy ilyen frost, nem is tudom mi. Ilyen kis repülő kis szar. De át lehet elvileg ugrani. Ezt ügyesen átugrottam. Hájt helmet, az is gyenge. Ballagjunk tovább szerintem. Hűha, hárman is vannak. Ezek ellen lehet, hogy a... Flame az jó lenne. Ó, ne! His mother! Benyomok egy ilyen... Cold Resistance, ha van. Az derék, pont be akartam potionálni. Hát ez lehet, hogy még izé... Túl erős nekünk, és még ilyen kurva messzire vagyunk. Azt hittem idejük adunk, és innen megyünk át oda. Hát jó. Ez rohadt nehéz lesz ez az átjáró itt. Lehet, hogy egy jelentős része a streamnek ezzel fog elmenni. Szerintem ezt hagyjuk, ez kurva erős. Hiszpeket még úgy, ahogy le lehet menni. Nem tudom, hogy csaj ez most túléli ezt. Nincsen mannán. Van olyan, ami leszívja a mannádat instant. Wisp Core. Csaj meg egyedül harcol vele. De ezt itt elmentem, megpróbálok neki segíteni. Anyád! Knopkos a csaj. Oh, ezt a kurva. Hát igen. Egy Wismadart úgy nem hiszem, hogy még ilyen. Korán le tudnánk nyomni. Még most ezt nem értem, hogy a csajt azt most lehet, hogy itt kéne hagynom. Majd utána respawnol.
Gyorsan bekajálok át, ha hozad valami életet. Szóval mindent is megehetnék. Na és hol a rágba vagyunk? Visszaértünk basszus Helgenbe. Ahonnan elindultunk. És nem tudom, hogy itt, így. Szerintem nem is lehet egyébként. Próbáljunk meg akkor a másik irányba kerülni. Helgenbe bejövünk, talán a csaj akkor itt lesz. Gyereggel lesz, úgyhogy hát valószínűleg be kéne vásárolni potionokból. Ja, de Helgen az, ami le van bontva elvileg. Ugye az elején itt kezdtük. Azért én csak át akarok haladni, de nem tudom, hogy át lehet-e. Helgen Keep. Megcsináljuk Helgent? Hol csináljuk meg? Csá. Itt a csaj. Ezeket még szerintem én lootoltam itt így le. Lesz itt egyáltalán valaki? Potion. Nem tudom, hogy hogy lehetett volna oda egyszerűbben eljutni. Pláne így, hogy van egy ilyen ember, akit kísérgetni kell. Szóval ez teljesen tiszta lesz itt most már. Abba bízok, hogy valahol itt, ahol kiukadok, akkor talán egy kicsit rövidebb lesz ez az út, nem akarok ekkorát kerülni. Be van omolva. Hát akkor ennyit Helgenről, valószínűleg az így ennyi. Hát, hogy nincs is értelme bejönni. És respawnolódott ide senki. Én tényleg emlékszem, volt ott egy része, ahol beomlott mögöttünk a szikla. Ebben semminél valamivel több a loot. Annak a tetejére, hogy lehet neki menni.
Ott jöttünk be, akkor menjünk itt ki. Úristen! Jó irányba megyünk, de hosszú lesz, érzem. Ez a mai nap, ez ilyen kalandozós journey lesz. Léheg a karakter, mint egy ló. Ez az az irány, ahol még nem voltunk, tehát valószínűleg alapból erre kellett volna jönnünk. Az ott szembe micsoda? Ez a hely. Ez cleared, ez már megvolt a múltkoriba, az nagyon jó. Akkor nem megyünk át a vízen, hanem itt egyből jobbra. Hello there, fellow traveler. Banditák. Peaceful and wandering wastrel at your service. Hello there, friend. How lucky for you to chance upon a bard on the road. Speechcraftot lehet tőle tanulni. Ez ott van a jó, hogyha velünk jön, és akkor kicsit erősít minket. És lehet, hogy ez lesz az az út, ahol itt föl tudunk ügyesen jönni. De az is lehet, hogy kurvára el fog vinni más irányba. Hallok valakit. Ah, megint banditák. Ja, hogy ez nem is egy út, csak ez a banditákhoz vezet így fel. Ugye most ez is ott egy ilyen barlang, és most ki tudja, hogy ez is átvisze. Inkább kerülök. Ez nagyon lefelé vezet. Travelálni ide. És akkor ide rakjunk egy pontot. Kurvára szar helyen voltam. Rátett az éjszaka is, jól átélettem. Néha így a városnak a bejáratához rakva, néha meg így be a városba is. Összesen jobbra indultam, ennek közül balra kellett volna szerintem. Elintéztünk pár arcot. Na és ezen a térképen, hogy tudnék tájékozódni. Tehát pont, hogy abba az irányba kéne mennem. Egész várost meg kell kerülni. Baszom, de olyan hamar lemegy a staminája, bassza meg.
Rossz irányba mentem. Lehet, hogy itt lesznek ilyen giantek, mamutok. Hiszem, hogy ez azoknak a földje. Csaj, megint utánam. Ez nem leragadt valahol valamelyik sziklán. Na, ott egy lovacska. Iha. Lehet, hogy elviszem a lovat, ha úgy van. Ez bandita. Apa, bocs. Ez a ló néha így meg szokott őrülni. Van ilyen így megvadul. Csajnyom mindig nem jön. Snowberries. Oké. Tudjuk el. Muszáj mindent elvinni, mert nincs semmi kajám. Lehetne főzni. Na, ott vannak a Skoma Potion-ek. De nem is volt. Fönn van a szekéren. Kis arany. Jó, nem is érdekel. Most, de én most ezt a lovat szerintem belopom. Végre. Elfoglalt outpostok. Bemegyünk az én jelölésemre. Azt hiszem errefelé lesz a Cicero is. Nem tudom, ki emlékszik rá. És akkor mindjárt itt kell tennem egy kanyart szerintem. Hát még bőven mehetek előre. Na most kérdés az, hogy melyik oldalon kéne mennem. Át kéne jönnem erre. Híd. Jó szár küldi. Picsába elvisz. Na, itt már vannak varázslók. Látom, van egy ilyen tűzdémon is. Magunk itt lassan.
Vagy jobbra emlékeztem a lónak az irányításánál, de... Mondjuk annyira nem rossz. Na, hol a rákba vagyunk? Úristen! Hát lehet, hogy... Ja, hogy ott a híd. Ott a híd. Biztos, hogy lóval lehet átjönni itt. Jaj, ne! Ezt hogy sikerült túlélnem? Szegény ló mit ártott nektek? Erősek ezek egyébként. Azt képest, hogy ide kell eljönni. De kétkezes kardot kéne használni. És 31-es ez a elvért. Hány is az enyém? 34-es. Na, ezeket elviszem. Oda nézzetek, micsoda. Jö, az a baj, hogy ez gyengébb az enyémnél szerintem. Lett csaj. Hol a lovam? Szerintem, hogy itt már jól átlovagolok. Nem bír magával. Nézzük meg azt az új nyilat, az mire jó? Mi az, amit tud? Nyolcas végül is, nem rossz. Akkor a régit eldobom. Stamina damage-et tud.
Tudom, hamar le fog merülni. Azt abba bele van állítva a balta. Ha jön valaki. Anyád! Micsoda átkelő. Csapdával díszítve. És a pacink ki tudja merre van. Végre jó irányba vagyunk, erre felé kell jönni. Egyébként én full azt hittem, hogy ez a helynek a tetején lesz ez a hely. De nem, ez egy csak nagyon hasonló ikonú a hely lábánál lévő helység lesz. Remélem, hogy rendben van még így a társunk, akit kísérgetni kell. Attól el tudtunk tévedni. Most itt is elvileg lehet fölfelé menni. És nem tudom, hogy egyenesen menjek-e, vagy fölfelé. Hát... szerintem egyenesen megyek, erre jövök, akkor menjünk föl. Itt mentek is egyet, hát ha ide vissza kéne tölteni. Nem tudom, ez így az elején egy eléggé merész küldetés, jó messzire elvisz. Nehéz helyeken át. Hűha. Ez nem az, ami... What? Jó, ennek valami neve van, ez lehet, hogy valami pontos ember. Bazd meg, én ezt nem fogom most megcsinálni. Protect Goldir, azt instant fejbe izé... fejbe nyilasztam volna. Hoppá, ott egy secret. Micsoda secret, ezt nem is találtam még. Soha életemben meg itt. A banditát ezt kiölte itt meg. 11-es damage-e van a... Na, az jó, mert az enyém csak 10-es. Nagyon sok időt el lehet ezzel baszni, az a baj, hogy... És itt kell átmenni, ez komoly. És ott egy bandita. Ajaj.
Az igen. Jó, van még farkasok is. Hát azért NPC kísérgetés plusz ez. Kicsit nehéz lenne kettőt itt összeegyeztetni. Bár biztos, hogy én most itt egy csomó mindenen átjöttem. Ez a Gold írta, nem akartam felvenni abszolút ott azt a küldetést. Azt hittem, hogy ez is egy ilyen pass, hogy valami. Nem, most már jó úton vagyok. Már egyre közelebb. Viszonyatosan messziről jöttünk, és össze-vissza lehet itt, elágazik ez is. Én csak így próbálok így megszokásból felfelé jönni. Eljöhetünk. Maradjunk az úton. És ugye ennek úgy kezdtünk neki, hogy éjszaka. Vagyunk. Milyen vérengzés volt ott a parton? Aha, most már csak egyenesen kell menni. Mintem ott lesz az, az mi? Troll vagy mi? Mi az ott? Ja, troll. Egész sok kell, viszont lehet, hogy jó út van ott nála. És most arra kell menni, amerre ő van. Próbálj mérgezett nyilat craftolni. Teltem párszor, de nem igazán hatotta meg. Mi van itt a helyén? Itt van valamilyen foszforeszkáló növény elvileg. Ja, ez. Belefutott az emberekbe.
Elteszem a fegyverem. Ütik. Jó, lehet itt kéne hagyni. Itt vagyok közben. Egész felül rátámadt, úgy látom. Jós, elmentem, nehogy engem is ellenségnek gondoljanak. Visszahílelődik, vagy nem tudom. Külön equipelni kell ezeket a hülye aeróvokat. Elég béna szerintem ez a... Na, eljutottunk végre ebbe a kibaszott városba. És valahol itt lesz az az épület, ahova nekem be kell jönnem. Egyébként most, hogy itt vagyok, már emlékszem is erre a helyre. Ez azt hiszem egy fogadó lesz, és ott beszélni kell valakivel. Majd az előbb megközelített épületet kell utána becéloznom. Ez egy farm. Ja, ez lesz a fogadó akkor. Végre jutottunk ide, basszus. You don't look like a pilgrim. Why bother visiting Iverstead? Kivel is kell beszélni? We don't get many visitors through here, unless they're headed up to High Hrothgar, of course. What do you... Klimek, other than that, they seem like a quiet lot. Klimek brings food supplies up to them once every few weeks, when the weather permits it. What's the point? I'm not very good, and it's only for the same few people every night. They call it... I'm not certain if I can make it to the top without collapsing. Kivel kell beszélnünk. Ugye ez az, amit út közben véletlen felvettünk, de ez egy fasság. Ezek megvannak. Az, ami mellé küldi. Golden Clove-nak az ownerét kell megtalálni. Greybert-szel kéne beszélnünk. És ez az a Redguard Woman, ami kifelé menet kaptunk. Küldetést. Hát, havert lehet, hogy te tudsz segíteni? I'd keep away from the barrow on the east side of town. There ain't much more. Look, I've seen one of the spirit. Fortunate. Certainly isn't helping my business. Jaj, itt lehet azt a küldit felvenni, hogy 10 medve bundát kéne le vadásznod. A medvék problémát jelentenek nekik, azt hiszem. Jaj, bocsánat.
tudtam lemutolni magam instant. Hát akkor én bejövök ide. Nem tehetem meg azt, akivel beszélni kell. Viszont azt tudom, hogy erre dolgunk lesz, úgyhogy ezt meg akarom csinálni. Apropó, hol a Chelsea? Egy ilyen kombinációt kell majd karok által összehozni. Ahú. Mérgezett ilyak voltak. Hoppá! Hoppá! Ez azért érdemes kinyitni, mert általában itt ilyen különböző potionok vagy kincs lehet, vagy fegyver esetleg. Kurva sok csapda van amúgy. Ez a sok csapda itt, jó ég. Mi szellem volt? Tanuljuk meg ezeket a könyveket minél hamarabb. Tehát a nagy mannákat be lehet tolni amúgy. Elhozom az összes ilyen naplót, mert később biztos, hogy szükség lesz rá. Egyébként itt pont, hogy valami secret van, azt hiszem. Amúgy valami itt van, erre emlékszem. Itt van ez az ajtó, ez ki tud nyílni, vagy hát valami titkos hely. És valahol itt meg lehet húzni, de lehet, hogy visszafelé fogunk pont itt kiukadni. Semmilyen meghúzó izét. Erre is lehetett jönni. Ja, itt izé tűz van. Ó, oh, és itt kéne a Silver Claw talán.
Zephyr. Lehet, hogy a naplójába bele kell nézni majd mindjárt. Itt valami még van, azt tudni. Van, hogy ilyen nagyon egyszerű egyébként a megoldás. Na jó, nézzük meg akkor a naplót. Hát, egyetlen ez annak a naplója volt, akit legutóbb megöltünk. Bring the glove to Lucan. Jó, de hol a glove? És még egyszer vissza kell ide jönni. Nem, még itt szerintem lesz valami. Ah, sötét van már megint. Visszafelé találkozunk valakivel. Hát, ez egyre jobban bonyolódik, srácok. Nagyon beszippantott a game, pedig még nagyon az elején vagyunk. És már tudjuk akkor, hogy... És ez nem is még a második... Ilyen karom. Az a magyarás talált. Valakivel itt még beszélnünk kell. Like a pilgrim. Why bother visiting? If I were you, I'd keep away from the barrow on the east side of town. It's haunted. Sir, I've got no interest in magic user. I don't even like our Jarl having a court wizard. The Greybeards are... We get the occasional pilgrim passing through here on their way to the summit. But almost all of them... Have you seen that shrine of Asura? They say the Dark Elves built it after they fled from Morrowind. I kaptam meg én valamit. Pardon me, my lord. Would you care to hear me play my lute? My daughter. They call it. I'm not certain if I could even make it to the top without collapsing from exhaustion. I think you should. Let's get out of town. What do you want? Nothing for anyone. Cousins out fighting dragons, and what do I get? God.
Ne basz! Úristen! Ez most full komolyan oda kell fölmenni. Jó, legalább megvan a sztori. Storyline-unk. Nagyjából az utat tudom is. Viszont most nagyon érdekel az a zafír karom, hogy ez miért nincs meg, illetve a csaj, aki követett engem, az hol a rákban van? Ennyire lehagytam, remélem, hogy nem halt meg. Nem szeretném elbaszni a végjátszást valami banális dolgon. Csomó olyan játék van, ahol el lehet cseszni a végjátszást. Mert rám támad. Ja, ez egy patkány, szerintem, hogy ez egy kecske, bazd meg. Van egy olyan játék, az a neve, hogy Silver. Azt hiszem 2 vagy 3 CD-s. Ilyen... hát nem egy open world, de egy ilyen... Lényeg az, hogy egy ilyen lovagot irányítasz, és ilyen körökre osztott battle-ok vannak, de nagyon-nagyon izgalmas, nagyon jó kis game. És baszki, olyanokon el lehet cseszni a játékot, hogy nem tud befejezni. Ilyen kis banális fasságok miatt. Itt valami áldozat van. Áldozás van. Tehát a Silverről nagyon szívesen készítettem volna a végjátszást. Többször neki kezdtem, de mindig valami, vagy egy kulcsot azért nem kaptam meg, mert valaki meghalt, vagy rossz irányba mentem. És azt hiszem, ott még mentel is lehet. Szavasz! Megint. Hogy én másfél óráján megyek hóba, szélbe. Iszonyat durva szél van, minden ismerősen mesél valami kárt, hogy mi történt náluk. Ki tapasztalta meg. Na, amit a legelején gondoltam arról a helyről, ahol az előbb voltunk, hogy így a hegy tetején egy ilyen templom, na most megyünk oda szerintem. Ez olyan mocsok magas. Itt még lesz egy Frost Troll is. Hány hold van? Wow. Van is itt valami... Pont egy Frostról. Ő leesik, én meg itt fennmaradok. Ezek így elég nehezek szerintem most. Vagy nem is értettem ezt a nehézségi fokot. Alapban a játék meg se kérdezi. Nem tudom, az milyen fajta Skyrim. Legalábbis nem tudok róla, hogy van nehézségi fokot Skyrimban. Még így idomul a karakternek a fejlődéséhez a game.
lassan jövök. Hát nem tudom speedrunban mennyivel lennék gyorsabb, mert igazából próbálom a lényeget bemutatni. De konkrétan ilyen szél van, meg ilyen hófúvás nálunk is. Na végre. Empty. Vagy ott répa van csak. Ciao, Reg. Dragonborn appears at this moment in the show us, Dragonborn. Let us taste of your voice. Shout for us, Dragonborn. Then we may have time for questions. Do not be afraid. Your shout will not harm us. Shout there, Grand. Shout for us. Shout at us. Let us taste of your voice. Dragonborn, it is you. Welcome to I am Mar. Now, tell me, Dragonborn. Why? We are here to guide you. You are not the. Whether you. You are the only one that has been revealed thus far. We are. We will do our best to teach. Szerintem ezt a gyors utást is megtanítják. Lesz valami másik is. Steps towards projecting your voice into a thum, a shout. Now let us see if you are willing and able to learn. When you shout, you speak in the language of dragons. Thus your dragon blood gives you an inborn ability to learn words of power. All shouts are made up of three words of power. As you master each word, your shout will become progressively stronger. Ez meg de lassan beszélnek. The second word in unrelenting force. Roll means balance in the dragon tongue. Combine it with fus, force, to focus your thumb more sharply. Mit kéne csinálni? Sky above, voice. You should focus on honing. Good. Then you will be ready for whatever lies ahead. Note, you should focus on honing your voice, and soon your path will be made clear. Az igen. But learning a word of power is only the first step. You must unlock its meaning through constant practice in order to use it in a shout. Well, that is how the rest of us learn shouts. As Dragonborn, you can absorb a slain dragon's life force and knowledge directly. As part of your initiation, Master Einarth will allow you to tap into his understanding. A lelked már az enyém. Stop!
pont elhasználtam. Strike the targets as they appear. Breath, you learn quickly. Once more. Eek, look, push, broke! Targets as they appear. Breath, impressive. Your thumb is precise. You show great promise. And there's a képesség, mert tök rég megvan most. We will perform your next trial in the courtyard. Follow Master Bori. Ezeket nem nagyon szeretem, hogy a Skyrim, hogy ez olyan hosszú vontatott. Mert itt kell átressolni ezen a kapu, mielőtt bezáródik. You will now see how you learn a completely new shot. Master Bori will teach you wood. Bori mester, a Bori. Master Wolfgar will demonstrate whirlwind sprint. Then it will be your turn. Master Bori. X. Wolf. Now your turn. Stand next to me. Master Bori will open the gate. Use your whirlwind sprint to pass through before it closes. Ennyi. Your quick mastery of a new thum is astonishing. I'd heard the stories of the abilities of Dragonborn, but to see it for myself. No, you are now ready for your last trial. Retrieve the horn of Jürgen Windcaller, our founder, from his tomb in the ancient fane of Ostengrav. Remain true to the way of the voice, and you will return. Dragons, a few mortals are born with similar abilities, whether a gift or a curse, has been a matter of debate down through the centuries. What you have already learned in a few days took even... Some believe that dragon, there is no difference in myth. For most people, long, but for you, the dragon speech is in your blood. And you learn almost without effort. És a kérdés az, hogy ott át tudunk-e menni. Vagy hogy most milyen feladatot kaptunk. Vissza kell ide jönni, te jó Isten.
Hát az iszonyatosan durván messze van. Ja. Legközelebbi hely az ez. Atya úristen, itt vagyunk a világ tetején. Megnézzük, még lehet-e valamit itt tanulni. Valószínűleg vissza kell menni most. Ja. Hát... Mortalba se tudok elmenni. Megnézzük, hogy a szekérrel esetleg elvisznek-e odáig. Na csá, jól itt maradtál. There's been talk amongst the gods. You are dragon. Such a thing. Ez már milyen Dragon Ball-os izé. Kilövés. Let me guess. Someone's... Hát itt adok pár dolgot ennek a Kajitnak, akik itt fát vágnak. Drusánknak. Tűntek. El kellett menniük. De szomorúan hallom. Na tehát. Akár ide is jöhetünk. Mortal. Solitude. Downstar. Need a ride? Where do you want to go? Fel lenne a legjobb talán. 50 arany. Csajnak is én fizetem, vagy ő magától megérkezik majd. Megjöttünk. Hol vagy? Csá, te így jöttél. Na, akkor innen már viszonylag könnyű odajutni. I've been looking for you. Got something I'm supposed Futár. To deliver. Your hands only. A letter. Looks like that's it. Got to go. Most adott egy levelet? Na jó, én megyek. You're different, aren't you? Not like anyone else. Not mortal. Kussolj be, gyerek. They say Ulfric Stormblood murdered the High King. Minden tiszta hó. Mad crab. Lot of mad crab. Csaj, már megint eltévedt. Na jó kis ködös. Gondolom alapból a scriptbe is így volt, hogy lehet a legközelebbi városba fast travelelni, vagy ugye ezzel a futárral eljönni. Hordárral. Szekeressel. Itt szerintem lesznek azok a skorpiók, vagy nem tudom mik azok, így legalábbis annak hívom. Köpnek így valamilyen trutyit, azt hiszem. Annyi itt vagyok. Help! Steal! Steal!
És semmi nincs benne. Hűha. Inkább bejövök. Jaj! Jaj, bocs. Véletlen volt. Itt lesznek ilyen papok. A képességeinket lehet, hogy használni kell majd. Ez ilyen élőhalott bandita, nem? Ez csak idézve van. Az is meghalt, aki mindenki idézve volt. Mindenki ilyen... hogy mondják ezt? Ilyen élőhalott volt. Meg volt a górét kinyírni. 70%-kal gyorsabb Rezslot Resistance. Az 50%. Közben ezek mind ilyen tolvajok. Tököt. Elvisszük a tököt. Miért is kellett ide bejönni amúgy? És most mi van? Van itt valami kapu? Ja, hogy erre? Emberi szív. Ismeretlen. Nincs nagyon róla információ, hogy milyen értéke van. Egyre több ilyen könyvben valamit meg is lehetne tanulni. Spell Tom Flames. Ez már already. No. Mi van? Valakik itt harcolnak. Most már nem csak banditák vannak, meg ezek a nekrók, hanem ezek a régi draug élőhalottak. Jaj, tudom, hogy melyik az a barlang. Attól félek, hogy itt nagyon el fogunk tévedni. Itt lesznek majd ilyen titkos bejáratok, meg kijáratok. Pont itt a urnák. Urnák közt itt nagyon el lehet veszni, mert annyi van.
És valahol itt van egy titkos ajtó, azt tudom. Baszott sok úrna van, és muszáj átnézni őket, mert nem is az, hogy pénz van bennük, hanem sokba ugye ez az élet pósan. Mintha itt emögött például ki tudna nyílni az ajtó, olyasmi. Hát ki is fog. Nem tudom, miért nyitom állandóan ki az üreseket. Nem, vagy ez fog kinyílni? Mindegy, szóval itt valahol ki fog valami nyílni, azt tudti. Ez fog itt kinyílni. De majd visszafelé. Érdekes, hogy ebben nincs kristály. Ebbe se. Ez ilyen elektromos cucc, ilyen... Hát ilyen villámcsapda, vagy nem is tudom. De lehet, hogy azért van itt, mert majd később lesz. Találkozni fogunk hasonlóval. Ó, ott meg le lehet menni. Óha. Megint nem tudom, hogy ez itt a fő csapásvonala, vagy most itt ez itt hova vezet. Kicsit nézzük meg akkor, itt is valami titkos ajtó. Mi mennyi pénz? Még lejjebb vezet? Hova? A rákba. Csapda lesz. Vagy se volt zárva. Megint egy 17-es armor. Ennyi. Meg elszórhatnánk pár dolgot, kicsit messze nem sok a inventoringban a cucc. Egyébként tök fura, hogy táskát, meg ilyet így nem lehet így játékba így hordani. Hogy így növelni az inventory-nak a slotjait. Ja. Jó lassú ez a nyíl. Szart fel lehet így venni véletlen. Na, ide kellett bejönni. És még mélyebbre megyünk. Azt hiszem itt lesznek ilyen csontvázak. Az már megint egy másik ilyen élőhalott létforma. Azt hiszem erről a pontról... Ó, oh, végig nyíl. 9-es damage.
Valahol itt pedig mászkálnak, és le lehet őket szedni. És megy egy. Skeletonja. Szétesnek az a szerencse. Azt a kurva élet. És még erre megyünk? Ez csak egy ilyen kis intermezzó volt. Ott is egy, hát ezt nem hiszem el. Sok ilyen izé van. Ez a barlang, ez ilyen durva. Ó! Orks. Ó, viszont ami nekünk van, az még szerintem egy kicsit... Még van benne ilyen képesség. Nem felettem, vagy... Ja. Sajt! De mi, mekkora sajtok? Így zabáljuk magunkat, mert tele van kajával. Hú, azért egy ilyen után elég sok lóvét össze lehet szedni. Neked nagyon sok tapasztalati pontot is. És már jó lenne lemenni a csontikhoz. Feláll a tűzbe. Az igen. Na és akkor itt megint két irányú. Ez mi? Ott kinyílt az ajtó. Ezt tök véletlen vettem észre. Ezzel meg azt lehet, gondolom. Ez csak egy ilyen kis secret room. Itt lehet gyorsan így. Talán enchantolni? Igen, enchantoló. Szóval... Kiszórok pár felesleges dolgot. Vödör van nálam. Egy elrohadt könyv. És akkor nézzük meg, hogy ez a Orcs... Aha, ez teljesen le van merülve. Ével lehetne charge-olni. 8-as damage-e van. Igen, ennek 11-es. Úgyhogy én ettől itt megválok. Most ebben nem érdekel a...
Annyi egy staminát szívta le az elemiről. Na, meg itt is lehet erre jönni. Weak aggravation to frost. Mondjuk itt majdnem mindegyiknek ez a frostos varázslata volt. Na és itt vagyunk egy ilyen kicsit Arx-Fatalisztra hasonlító föld alatti világban. És ez most egy egész nagy, de még lesz nagyon, ennél sokkal durvábbak is. Többfajta mélység van a game-ben. Arra hátra is el lehet jönni. Húha, oda le kell menni, ott van az egyik ilyen képességünknek a helye. Ott egy csonti. Na ezzel már lehet mahitelni itt. Én ezt fölülről lelőttem én. Azért fekszik itt. Ez ilyen csapda itt szerintem. Húha. Fánkszórós. Csaj, állj, meg bejöttél. Anyád. Lényegében ez csak egy ilyen pucériász. Itt valahogy el kell jönni erre. Mit van neked? Nagy boltája. Hogy lehet ide bejönni? Látom, hogy ott van valami, és nem tudom, hogy lehet bejönni. Adom, nem véletlenül jöttünk ide fel. Na mindegy, nézzük meg, hogy... ez a trónon ült. Mi van a trónon? Itt van egy ilyen... hát, hogy oda kell rakni valami súlyt. Szerintem nem. Still here. Ne. Nem maradj itt. Gyerögtelen. De jó, van még van csonti. Azt hiszem itt medve lesz még. Hogy elindulhatunk visszafelé? Próbálom követni a jelet. Kurva nagy helyek ezek egyébként, és még ugye a Dwarven világ az még teljesen hátra van, szóval az sokkal-sokkal nagyobb bennél. Mi a franc volt ott hátul az a... ó, megint egy puzzle. Hallod? Itt nekem át kell izélni wheelsprinttel, nem szerintem. Csaj, meg azt se tudja mi az. Hogy itt ez lesz.
Biztos, hogy jó, hogy utánunk jön. Nem őt is bejelzi, vagy a franc tudja. Ah, honnan? Pedig sorba kell. És miért áll meg? Benyomja izét, és megáll egy helybe. Az miért van? Tehát ilyen láthatatlan falba ütközne bele, komolyan. Most az lenne ciki, ha beragadnék. De azt hiszem van benne ilyen kar, amit meg lehet húzni. Isten faszát! Hát olyan érzés, mint hogyha nehéz is lenne a karakternek a mozgása. Ezt miért lopta el? Hallod, ember? Megáll, bazd meg az ajtónál. Megáll az ajtó előtt, pedig nem is csukodott még le. Az meg ezt nem hiszem el. Hát ilyen csajt meg kéne itt állítani. De bassza meg, ez megáll. Ez valamiért, ez itt nem akar átmenni. Remélem, hogy nem bugos, mert akkor nagyon... Pedig itt biztos, hogy ezt kell csinálni. Still here. As you wish, my thane. Inkább maradj itt most. Hallod, egyből át tudtam menni, hogy a csaj ott maradt. We heading out? As you will, my thane. I will protect you with my life. Ez nem tudom, hogy miért van az, hogy NPC, vagy ez most nem tudom, minek számít ez a karakter, hogy arra bejelez, tehát hogy azt most tök egyszerűen ki tudták volna ezzel iktatni, csak playernél jelezzem be. Oh-oh, ez csapda lesz. Rábazd meg. Hát
Oh. Kettő is van. Csak egy. Igen, a Venomia. Kajak, elő kell vennem most ezért egy izét. Hát itt lesz egy boss fight. Úristen! A Mysterious Note. Giant Inn in Riverwood. Azt meg ezért kellett ezt megcsinálni? Ez full komoly. Lesz valami komoly dolog. Na igen, 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 és elvileg itt jutottunk ki, ahol már voltunk egyszer, bár nem emlékszem ezekre a pénzekre itt. Valami óriási Battle Axe, ezt kihagyom. Lettet azért elvisszük. Hát ezeket a gyűrűket is itt viszem, aztán olyan nagy értéke egyiknek sincs. Na jó, menjünk. Mit lesz a titkos kijárat? Ez az, amit mondtam. Az urnák mellett ez a kis titkos ajtó. És ugye kint még vár minket egy pár ilyen ellenség, mert instant beszaladtunk. Ezeket is még itt le kell győzni. De van még egy könyvem, amit meg tudok tanulni. Jó, és én nem is nagyon akarok velük foglalkozni. Riverwoodot mondtak. Hova kell visszajönni? Itt van Riverwood. Cannot fast travel, van enemy ennélbe. Oh, akkor ezeket le kell győzni. És akkor utána oda tudunk fast travelálni. Látom, hogy van szellem is itt. Hoppá! Hű, ez kurvárös. Resist fire kick, vagy cold resist kéne. Csak hogy ez már szerintem elfogyott, nincsen.
Ez így fájni fog. Na, és akkor mehet a fast travel. Már meg volt, hova kell mennem. Ide. Csaj is megvan. Ezt elmentjük. És ide be kell jönni a kocsmába. Ez mondjuk trader, ez nem én. Nem baj. No adventures, no theatrics, no... I don't know what you overheard, but the river... I think I have a few old spell books laying about. Ez oké, mit tudok eladni. Úgy van már olyan cuccom, amit így... Pár dologgal el vagyok igazából. Things weren't bad enough. Hol a kocsma? Ez az én. Hol a kocsma? Nincs kocsma. Aha, ez a izé. Giant. Sleeping Giant Inn. Kicsit jobban is ki lehetne a cégért dolgozva, hogy szebben látszódjon. Nem baj egyébként. I'm the innkeeper. Jaj, a Defni. Szobát vegyek ki. Ja igen, ez majd egy titkos bejáratot azt hiszem mutat. Ez most csak egy ilyen színjáték, hogy mit kiveszünk egy szobát. Na, gyerünk, mennyi. Ne bohockodjunk itt. Hiszen mit fog kinyílni ez a szekrény. Ne üljél le! Mutasd meg, hova kell menni. Ó, de... Na mindegy. Az én szobám, pedig a másik fog kinyílni. Hát jó, most igen, itt vagyok. So you're the Dragonborn I've been hearing so much about. Ezt ott nem tudta mondani, senki nincsen rajtunk kívül itt. Not here. Follow me. Most meg ne itt beszéljük, meg inkább kövessük. Jó. Egyik szobában a másikba mászkálunk. Hmm.
close the door. Nem tudtad becsukni? Now we can talk. Ezt a kurva élet. Azt hiszem ezután jön majd ez a... úgymond ilyen tolvajos rész. Az milyen titkos hely? Utoljuk ki az öreg asszonyt. Csak a küldetésre kell a pénz, azért viszem el. The Greybeards seem to think you're the Dragonborn. I hope they're right. Surprised? You can't be too careful. Thalmor spies are every. It was the only way. Abban ez a zafír karom, hogy most akkor. I am not your enemy. I already gave you. I shouldn't let you walk out of here knowing what you know. But I guess even my paranoia has its limits. Azt itt mind elvinném. Az mi? Ice Freight Teed. Van ő. Elment? Giant Toe. Ó, oh, Isten. Most már annyira nem fontos a titkos ajtó, mi? You ready to hear me out? Like I said, I'm part of a... If you really are Dragonborn, that is. If you don't trust me, you were a fool to walk in here in the first place. I knew the... When you showed up here, I knew you were the one the Greybeard sent, and not some Thalmor plant. We remember you're the only one. Can you do it? Can you devour? This is no... But I'll see for myself soon enough. We remember you're the only one that can kill a dragon permanently by... Yes, but that isn't important right now. Dragons aren't... They weren't going... Now something's happened to bring them back to life. A few years ago... a few years ago... And I figured we're going to go there, and you're going to kill. You should know. You got the map, so you were paying attention. It's what I do. Yes, a map of ancient. It seems to be spreading from the southeast. You should. The Dragonstone. It seems to be spreading from the southeast, down in the Geralds near Riften, Kynes Grove. There's an ancient dragon burial near there. If we can get there, I need to get into my traveling gear. Give me a minute, and I'll be ready. Dragon Burial. Nézzünk egy world mapot. És már megint oda kell fölmenni. Milyen érdekes. Ezt még gyors megnézzük, de lehet, hogy innen fogjuk folytatni. Milyen szart kell itt csinálni? Szerintem csak azt a kürtöt kellett elhoznom. Láttuk a küldetést. Well done. You have now passed all the trials. Come with me. It is time for us to recognize you formally as Dragonborn. You are ready to learn the final word of unrelenting force. Da. All three words together, this shout is much more powerful. Use it wisely. Master Wolfgar will now gift you with his knowledge of the dark. Elvileg, ez itt van benne. Nem.
would speak to you. Stand between us and prepare yourself. Few can withstand the unbridled voice of the Greybeards, but you are ready. Tipe flashlacsa is mi vehetnénk el mellettem. Én megtámadja a papokat. Hát ez valami hatalmas képesség, amit ezek átadtak. És elvileg akkor most már mehetünk vissza. Hát azért összehoztam így a streamnek a végére itt a dolgokat. Hát ilyen kicsit kaotikus volt. Ide kell lejönnünk. Dragon Burial. És még nem diszkavereltem azt a helyet. A legközelebbi az ez. Mit onnan kéne elmenni. Na, úgyhogy srácok, innen folytatjuk. Azért most is egy elég hosszú részt megcsináltunk. Ez főleg ilyen tanulós, kirándulós epizód volt. Elég sok minden azért így belefért a végére. És remélem, hogy tetszett. Úgyhogy elő fogjuk néha ezt is szedni, bár ma szerintem az Age of volt a fő műsorszám, illetve most akkor mellette még egy kis Skyrim is, mert most újabban Skyrimozunk. Ezt is áttöltöm a YouTube-ra, úgyhogy gyertek majd a Piscatale Streams VOD csatira is. Kövessétek be a Twitch-et is, gyertek Discord-ra. Itt a Twitch-es leírásban ott van egyébként az új Facebook csoportnak a linkje. Ott a régi videóimat is majd megtekinthetitek, hetente rakok fel egyet a régi videókból, ez a Piscatale Classics YouTube csatorna egyébként. Illetve gyertek Instára is, megtalálhattok mindenütt. Na hát, én nagyon örültem, hogy itt voltatok. Szerintem így mára így elég volt a Skyrim kalandokból. Rendesen már azt érzem, hogy hideg van, annyira újt itt a szél, meg minden. Süvített a játékba a hóvihar. És hát kicsit ez a mai naphoz talán így passzolt is, nem tudom, hogy ki mennyire érte ezt így át. Úgyhogy köszi, hogy itt voltatok. Legyetek jók. Holnap találkozunk, és holnap ugye péntek. Lehet, hogy Eszterrel elkezdjük a Black Desert Online-t, ha csak nem jön be egy másik játék, amivel itt ketten tudunk egy gépen játszani. Valami indire gondolok, de most már nagyon régóta ígérgettem neki a Black Desert Online-t. Ugye befejeztük a Forest-et legutóbb, aztán az Among Us Sleep-et, és akkor gondoltam, hogy akkor a Black Desert Online világába egy kicsit belekalauzolom, már van egy karaktere is, most egyébként a Pearl Abyss lett az új kiadója a BDO-nak, és át kellett regisztrálni, meg mindezt, és már megcsináltuk, úgyhogy ha nektek is van accountotok, akkor ezt ne felejtsétek el, azt hiszem, hogy még február végéig meg tudjátok csinálni. Szóval lehet, hogy holnap akkor kicsit BDO-zzunk, belenézünk, hogy milyen érdekes lesz majd. Készenhetsz a Witcher sorozatra, én azonnal hajlandó vagyok megvenni neked az egyet, vagy kettőt? Jó, hát nézd, hát ezt el tudom párhuzamosan is kezdeni őket. Szóval, ha szeretnél Witchert látni, akkor elküldheted, és akkor én szívesen belekezdek, mert most már úgy vagyok a Skyrim-mal is, hogy nem akarom így egybe letudni, csak szeretem nagyon játszani, és jó lenne mindig így elővenni néha-néha.
És gondoltam, hogy most az alapsztorit így kijátszom, és utána még hagyom a játékot. Úgyhogy ha szeretnéd, akkor nyugodtan elkezdem én azt is. És akkor párhuzamosan 4-5 játékot fogok játszani, mert most különben is ez a terv, hogy ugye hétfőn meg csütörtökön retro játékokkal játszok, szerdán meg szombaton így PUBG-zünk, meg ilyen Apex, meg Rust, meg ilyenekkel játszunk. És akkor a többi napon meg így a végigjátszásokat így terelgetem, akár naponta több stream alkalmával is. A Witcherre még egyáltalán nem játszottam, de nagyon szeretném kipróbálni. Úgyhogy ilyen játékot akarsz tőlem, akkor nyugodtan küld be, én szívesen neki kezdek. Na és hát holnap viszont valószínűleg Black Desert Online-ba is belenézünk. Ott nem feltétlen van ilyen sztori, ott azt hiszem, hogy az 50-es szint, az Awakening szint, amit el lehet érni, és onnantól egy kicsit más lesz a játék, de én ezt már megcsináltam, ráadásul pont itt Twitch-en sikerült elérni ezeket a szinteket. Eszterrel is néha fogunk játszani, de azt a Black Desertet azt nem tekintem egy ilyen nagy végjátszás kihívásnak. Dacára annak, hogy szerintem a legjobb ilyen MMO, ami jelenleg így a piacon van. Hát a BDO-nak egy külön közönsége van egyébként, az nagyon érdekes, hogy amikor azzal játszottam, akkor teljesen más nézők jöttek, és elég sok ilyen Twitch droppot is ad a játék, tehát hogyha nézitek akkor, és játszátok is közben, akkor elég sok ilyen mindenféle gifteket ad a game. Én nekem is annó így jött nagyon sok. Tehát ott a ládanyitogatás is naponta elég sűrűn elő szokott jönni, úgyhogy mindenképpen egy ilyen érdekes kis dolog. Na, hát srácok, köszi még egyszer, hogy itt voltatok. Nem sokára akkor holnapi nap megpróbálok időbe visszaérni, és akkor Eszterrel jelentkezünk, aztán akkor majd a Witcher is lehet, hogy... Az is lehet, hogy ez egy hétvégére, akár vasárnap elkezdem, hogyha úgy összejön. Na, köszi szépen, még egyszer lehetek jók. Sziasztok, Hali-Ali! Nézd fel a streambe onnantól, hogy találtam egy crossbow-t.